2013-ban indult ez a megelőzési történet, mégpedig olyan apropó, hogy a lányom 14 éves lett, bekerült a középiskolába, és jó néhány áthelyszínet év után én arra gondoltam, hogy mutassuk meg az embereknek a balesetnek ezt az oldalát is, hát ha egy kicsikét tudunk javítani a közlekedési morálunkon. Pintér József baleseti helyszín előtt 18 évig járt közlekedési balesetekhez, rengeteg tragédiát látott. Úgy döntött, előadásokkal próbálja felhívni a figyelmet a kockázatokra, és eddig több ezren hallgatták meg a tanácsait és a tapasztalatait országszerte. A róla szóló Total Car cikket több mint 200 ezeren olvasták, ezért úgy döntöttünk, hogy a Total Car Mesterkurzus sorozat következő előadását ő tartsa meg. Bármerre megyünk Veszprémtől, ugye minden főútvonalon szinte minden kilométer szelvényhez kötődik valami. Itt ez volt, ott az volt, az olaszfalusi kereszteződésben mi volt, itt szedtünk ki autót egész onnan lentről télen. Mindjárt odaérünk a Cseszneki Szerpenyőn, hát az meg számtalan olyan helyet fog tudni mutatni, ami egyszerűen nem tudják az emberek meghazudtani a fizikát, és mindig mindenki ugyanoda megy ki, ugyanannak a fának megy neki. Főleg ugye, ami fiatalokat, gyerekeket érint, az a legeslegrosszabb, ami történhet a helyszínre. És ugye az a probléma az az egészben, hogy egészen addig nem tudod, hogy kihez mész, míg oda nem értél a helyszínre. Összeszünet előtti péntek volt, és egy apuka elhozta két kislányát ide egy közeli településre a mamához, és nem értek már oda sajnos. Egy patkáról lehaladásos történet volt, átmentek a szembesávba, és ütköztek. Ugye egy oldalütközés volt, ami legrosszabb, ugye a biztonsági öv sem véd. Egy jó húzós január 1-énk volt. Ugye a délelőtt január 1-én mindig nyugodt, pihenik ki még a szilveszteri fáradalmakat, ugye mindenki ébredezik, tisztul az alkohol, és akkor délután elindul a nép hazafele, akár buliból, akár honnan mennek új évet köszönteni. És egy háromtagú család, apuka, anyuka és egy 2,5 éves kisfiú egy előző és következő megcsúsztak egy kanyarba egy Volkswagen Passattal, és úgy ütköztek neki a fának, hogy az autó az első üléssor fölött ütközött neki a fának, és apuka, anyuka, ő sajnos meghalt a helyszínen, és a 2,5 éves kisfiú az úgy volt bekötve hátul, hogy nagykönyve meg van írva, és őnek egy raktapasz kellett a homlokára, mert a kitört ablakon keresztül egy ág becsapódott ugye az utastérbe, és az megkarcolta a homlokát. Az a baj, hogy ugye mindenki érzi a bőrén, hogy egy nagyon-nagyon főpörgött, és hát lehet, hogy mondhatom, hogy egy rossz indulatú világon. Mindenkinek ilyen én központú, mindenki a saját dolga a fontos. A magyar közlekedési társadalom, én úgy gondolom, hogy nincsen felnőve ehhez a mértékű technikai fejlődéshez. Bárki vehet 3-400 lóerőt, bemész a boltba és pénzed van, akármit megvehetsz, és ugye azt mindenki nagyon jól tudja, hogy a lóerő az nem kérdez, az alázás büntet. Tehát, és nem tudnak az emberek bánni, elfelejtik, hogy vonatkozik rájuk a fizika. Most már nem csak telefonálnak az emberek, hanem messengert írnak a kormányon, akár a 40 tonnás nyerges szellemének a vezetője is. És ugye itt is mondjuk úgy, hogy valami miatt 70 centit ment át az egyik autó a felezővonalon. Ez egy ilyen fél frontális ütközés volt, ami ugye a legeslegrosszabb, mert ugye az energia elnyelő felület mindig kisebb, annál jobban gyűrődik az autó. És hát ugye sajnos mind a két autóba lett haláleset. És az volt az érdekes, hogy a nagyobbik és a keményebbik autóba a jobb első utas vesztette életét. Ő mellette ott álltam a CT-be, mikor meghalt az idős bácsi, és a felesége egy fallal kijebb, egy ajtóval kijebb ült a padon. Tehát az azért nem volt egy annyira egyszerű történet. Szerintem mindenkinek más a védelmi mechanizmusa. Természetesen helyszínlők se, mi se vagyunk egyformák, mint ahogy az emberek se. Beszélgettem én olyan kollégával, aki szintén baleset helyszínlőként dolgozik, akiről én azt hittem, hogy ő nagyon könnyen lerázza magáról, hogy földolgozza ezeket az életképeket. Nekem azok, amik a legszörnyűbbek. Viszont azt mondta, hogy jócokám, hazamentem, leültem kint a fotelba, és fél doboz cigit elszívtam. És akkor döbbentem rá, hogy ez velünk is megtörténhet.
ebben a nagy kanyarban helyszíntem éjszaka, szakadó esőben egy cserbehagyás, úgy, hogy onnan le kellett idáig rajzolni a kanyart, ki kellett szerkeszteni az összes lámpát, hogy hol van mindent, a jó Isten tudja hány órát voltam itt, és mikor a hátadon folyik az alsó gatyádban már bele a víz, pedig van rajtad esőruha, akkor elgondolkozom, hogy biztos, hogy ezt akarom én csinálni. Hát aztán mégis ez már jó régen volt szerintem. 15 éve biztos. A motorosokkal az a baj, én motoroztam 26 évig, aztán egy nagyon kedves barátom meghalt 2013-ban. Akkor én úgy gondoltam, hogy ez nekem túlzottan oroszul lett már így két gyerek mellett. És az a baj a motorosokkal, hogy nincsen szamár létre. Ugye? Nem azt mondom, hogy reszeljünk mindenki rigát, mint régen, vagy menjünk MZ-be, de miért kell érettségi ajándéknak GSX-er 1000-est venni egy 18 éves gyereknek? Miért? Nem? Ott nincs felelőtlen gázadás, gyerekek. Az olyan ipon dob rajtad, hogy ha a szerencséd van főkezd, ha nem, akkor nem. Az a szerencsebb az egész történetben, hogy van egy olyan osztályvezetőm, Adom is László Lendél Alzású személyében, aki a kezdettől fogva, ugye amikor én kitaláltam ezt az egészet, a kezdettől fogva teljes messzélessége mellettem áll, és a Laci az ember, hadd mondjam így természetesen, mi tegeződünk ugye a civil életben, meg a munkánk során is, aki, hogy szokták ezt mondani, mikor kirúgnak az ajtón, akkor bakot állt az ablaknál, és szerintem annak is köszönhető, hogy idáig eljutottunk, mert ugye felső támogatás nélkül ez nem ment volna, és teljes mértékben partner ebbe a megelőzési történetbe. Elsősorban a diákok lettek megcélozva az esztin keresztül, ugye a lányomon keresztül, de most már ott tartunk, hogy fuvarozó cégek, volántársaságok, egyéb cégek, akiknek ugye utazó ügynökeik vannak, azok nagyon sokan kerestek, és tavaly már 110 előadás volt, idén, most augusztus 29-én lesz már a 100. Szokták kérdezni a gyerekek, hogy Józsi bácsi, mi az a linkség, és ugye természetesen a nagyoknak másképp adja elő ezt az ember, de hát az általános iskolák ugye az a linkség, amikor az ember ismeri a szabályokat, de nem tartja be, és ugye ebből lesz a probléma, pedig azt a szabályt be kellene tartani, és ha mindenki betartana a szabályt, akkor nem lenne baleset sem. Augusztus 24-én a következő parkolóparádé mesterkurzusán Pintér Józsefet láthatjátok élőben, a Hung Expo-n, a fogadóépületben délután 4 órától. Gyertek el, és hallgassátok meg a helyszínelő tapasztalatait.